értesítve lesz. Kérdezem jegyzőasszonyt, hogy egyebek különféleve van-e? Hát azt. Jó. Kiküldtük a Valga doktor úrnak a Hajdonállási Állategészségügyi Centrum részéről érkezett kerületi főállatorvosi hivatal támogatási kérelem igényét. Egyrészben megköszönöm az előző évi támogatást, illetve amennyiben lehetőségben támogassuk az idejébe is. Én azt gondolom, hogy ehhez kapcsolódóan döntött a képviselőtestület a költségvetési rendeletben. Amikor majd oda kerülünk, azt gondolom ezt a kérelmet is figyelembe fogjuk venni. Azt gondolom, ezzel egyetértünk. Erről külön nem szavaztatnék. Megkérem Gyurit, hogy csörgessük már meg a Vilcsabát telefonon, hogy hol jár, mert hogyha belátható távolságon belül van, hogy? Azt akarom mondani. Hogyha belátható távolságon van, akkor még egy szünetet elrendelek, és akkor... De szerintem rugalmasan kezeljük, egy szünetet elrendelek. Jó, és akkor utána fordulok. Tisztelt képviselőtestület, szünet után folytatnánk munkánkat. Kettő napi rendi pont megtárgyalása van még vissza a mai képviselőtestület ülésünkről. A napi rendi pontokat azért módosítottuk, mert körünkben köszöntetjük Vil Csabát, a Hajdonsági Hulladékgazdálkodási Kft. Ügyvezető igazgatóját, aki már itt volt hamarabb is, de elment már más ügyet intézett, de mégis visszajött Hajdonra, és ezt külön köszönöm, mert azt gondolom, hogy fontos az, hogy ezen két napirendi pont tárgyalásokkal jelen legyen ő is. 9-es napirendi pontunk a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló rendelet módosításáról tartalmazó előterjesztés, amely kiküldésre került, amelyet a bizottság megtárgyalt. Ha jól emlékszem, nem javasolt elfogadásra, de már most nálam is a papírok egy kicsit összekeveredtek. Igen, nem szavazták, nem támogatták a bizottságok. Az előterjesztéshez kapcsolódóan megküldésre került egy tájékoztató jelleggel a környék hulladékgazdálkodásra folytató szervezeteinek a díjszavásai, amely díjszavásokról annyit kell tudni, hogy ezen díjak az adott közigazgatási területhez kapcsolódó díjtételek. Minden bizonnyal a távolság, ahogy növekszik az adott területekhez kapcsolódóan, úgy elképzelhető, hogy a díjak sem így alakulnának. Jelen pillanatban jól látható az, hogy ha bázisként szemlélik a mi általunk is tulajdonolt Hajdonsági Hulladékgazdálkodási Kft. Díjszabásait, abból kitűnik, hogy egy a többiekéhez képest, csak szeretném hangsúlyozni, egy korrekt díjtáblával szembesülhetünk, amely azt mutatja, hogy a környéken Hajdúszoboszlón van kisebb díj megállapítva, viszont ott arról azt kell tudni, hogy az önkormányzat még kb. 86 millió forintot fordít ezen beszedett díjon túl a hulladék kezelésére, összegyűjtésére, tehát hogy azt még vissza kellene bontani, az körülbelül a díjhoz számítottam még 140-150 forint puszt jelentene, ha azt a lakossággal fizettették meg ott. Én azt gondolom, hogy a tulajdonosi közgyűlés ezzel már decemberben foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, akkor született egy döntés, ami ugye pont a mi képviselőtestület ülésünkkel egy időben zajlott. Ezen döntés után vitatottá vált a döntéshozatal mechanizmusa, hogy 75%-kal vagy 50%-kal kell megállapítani a tulajdonosi közgyűlésnek az árat. Ezen vitában először úgy tájékoztattak bennünket, hogy 50% mégiscsak elegendő, azt követően kiderült, hogy bár a társasági szerződésben nincs átvezetve,
de a tulajdonosi közgyűlés döntött róla, hogy ebben a kérdés kb. 75%-os döntést kell hozni, és a legutóbbi tulajdonosi közgyűlésen az önkormányzatok ezt a díjszabást szavazták meg, tudomásul vették a decemberi döntést, és ez a díjtétel került megállapításra. A város által aláírt szindikátusi szerződés, ami a közszolgáltatás feladatok ellátására vonatkozik, abban azt vállalta Hajdúváros önkormányzata, a többi önkormányzattal egyetemben, hogy a tulajdonosi közgyűlés által megállapított díjtételeket a hulladékgazdálkodási rendeletébe beépíti. Mi a tulajdonosi közgyűlésen 13 polgármester kollégával egyetemben igyekeztünk az elmúlt években is egy olyan díjpolitikát folytatni, amely díjpolitika nem rugaszkodik el a talajtól. Látható az, hogy 2009 és 10 viszonylatában is csak egy árkorrekcióról volt szó, 237 forintról 240 forintra emelkedett, míg most 240-ről 259 forint 20 fillérre, ami a kerekítés szabály szerint 259, de a díjszabás kapcsán meg kell állapítani, hogy ezen díjszabás még mindig elmarad az átképzés tekintetében a kívánt díjtételtől, amivel a szolgáltató igyekezett megkínálni a tulajdonosi önkormányzatokat. Mi ebben azt gondolom, hogy az akkori döntésnek megfelelően minden település polgármestere igyekezett azon véleményt megfogalmazni, hogy ami itt is elhangzott ma már a másnapi rendi pontnál, hogy a lakosság teherbíró képességét lehet szem előtt tartani. Na most ezen díj megállapítás volumene, én úgy érzem, hogy még mindig azon a határon van, hogy a lakosság teljesítő képességéhez mérten nem túl magas. Persze, akinek nincs, annak a 100 forint is magas díj lenne a hulladékszállításért. A közeljövőben ismét lesz tulajdonosi közgyűlés, ahol minden bizonnyal fel fog merülni az ombudsmani állásfoglalás is, ami a hulladékszállítás kapcsán, hogy csak a elvégzett szolgáltatásért és annak mennyiségéért lehet a díjat beszedni és megállapítani. Biztos vagyok benne, hogy ez más települési önkormányzat is fel fogja venni az ottani polgármesterek, hogy ebben induljon el egy olyan gondolkodás, ami nagyon nagy kihívás elé fogja állítani egyébként a céget, hogy hogy lehet azt majd megoldani, hogy a valóban az elszállított szemét után kerüljön a díj megállapításra a cég részéről. Azt tudjuk, hogy számunkra komoly megterhelés jelent ma már a 70 éven felüliek szemétszállítási díja is, de itt meg kell azt is mondanom, hogy igen komoly a település lakosságának is a kintlévősége, a hátraléka. Ezt minden igazatul meg kijön, hogy fél évente szoktuk, vagy negyed évente szoktuk megkapni. A pénzügyi osztály adócsoportja igyekszik ezen behajtások, vagy kintlévőségnek érvényt szerezni. Elmúlt esztendőben is, ha jól emlékszem, közel 4 millió forint, valamivel több, mint 4 millió forint került átutalásra a kintlévőségek beszerése okán a hulladékgazdálkodási Kft.-hez. Megjegyezve azt, hogy jelen pillanatban olyan érvényes szerződésünk van, amely az azonnali kifizetést kellene eszközölni a hulladékszállító gazdálkodó Kft. Irányába, ami jelen pillanatban szinte lehetetlen volna kivitelezni. Ezért is egyébként intézkedési tervet kell majd készítenünk a kintlévőségek kezelésére, minden egyes települési önkormányzatnak a közeljövőben, annak érdekében, hogy azt a közel 200 millió forint talán nagyságrendű kintlévőségnek a kezelésében ki milyen szerepet és feladatot fog tudni vállalni, mert a tulajdonosi felelősség
ilyen szempontból nem csak a díj megállapítás és a feladat elvégzése kapcsán kell, hogy jelentkezzen, hanem akkor is, amikor a cég gazdálkodásához kapcsolódó döntéseket meg kell hozni. Biztos vagyok benne, hogy senki nem tapsolva és örömújonva szavaz meg olyan előterjesztés, amiben emelés van. Sokszor kritikával is lehet illetni a díj magasságát, de hogyha látjuk azt, hogy egy-egy településen milyen díjtételek vannak megállapítva, ahhoz képest mi mindig azt kell, hogy mondjuk, hogy jól döntöttünk, hogy nem engedtük át ezt a szolgáltatást mondjuk az AKSD-nek, aki versenyzett ezért a feladatért, mert akkor már lehet, hogy nálunk is 300 forint körül lenne a szállítási díj, mint a bihari területen, vagy 400 forinthoz közel lenne, mint ahogy Debrecenben. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése? Csak annyit szeretnék, mert nem tudom, hogy jól értettem, de mondta a polgár, hogy 200 millió a kint lévőség, hogy ez bontva is van? Esetleg tudhatjuk, hogy nagyjából, mert nem tudom, információ szerint át, hogy Hajdúdorog mennyibe érintette be a dologba, illetőleg, hogy igazgatótól kérdezném, hogy polgármester úr említett itt néhány dolgot az árképzésben, tehát a távolságot, az önkormányzati hozzájárulásokat, hogy más jelentős differencia van-e az egyes szolgáltatók lehetősége, illetőleg árképzésében, különbözőség, ami ebből a hát elég nagy szórásmutató árkülönbözetből adódik. És ott azokon a területen milyen a kint lévőség? Köszönöm. Köszönöm. Más jelentkezett nem látok, így megadom igazgatónak a válaszadásra a lehetőséget.